Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. Szerintem hagyjuk ki a kötelező köröket, tudod, hogy ez a Gonosz Swift. Meghívottunk Vályi Pista, nem gondolom, hogy be kell mutatni. Nem és tudok semmit, bázzak, azt mondja, tudod, hogy ez a Gonosz Swift, semmit nem tudok. Azt ez a Gonosz Swift, hogy ennyit kell tudni. Ide, mely gonosz? Mert gonosz. Láttam el ebből, ami nem gonosz. Hát figyelj, Csibészes? Csibészes? Zsiványos. Zsiványos? Ezres váltó, 1.6-os motor? Az arra nem megy rá. Nem, 1.6, 1.6 motor és a gyári váltó. Figyelj, ez egy stock autó. Stock autó? Az jó. Halljak meg, gyári minden körülmények között. Igen. No de, föltűnnek nálad azért mindenféle érdekes autók időről időre, a C36, a TT, amik így alakulnak, meg szebbülnek, jobbulnak, aztán eltűnnek. Igen. Miért? A TT-vel az a történet, mint Gabena Tigrisbe, hogy ezzel konkrétan átbasztam magam, mert kiderült, hogy ahol most lakom, onnan elég szopó bejárni négyen egy TT-vel. Úgyhogy azt egy 3 millió bukóval eladtam. Most egy izével. Nyugtass meg, hogy azért kipróbáltad. Persze, tök fasza volt az autó, meg minden. A C36-ra meg egyszerűen basszus nem maradt se pénz, se idő, főleg idő. Uh-huh. De jó helyen van, mert a Magyar Tominál van, őt ismeritek, és azóta már tudom, hogy már gurul is. Azt csak neki akartam eladni, mert tudom, hogy ő helyre teszi. Van, projekt mindig van. Most ott van a lakóautó, most egy kicsit terepjározunk is, járok a dízel fatraktorral, tök jó. Van mindig mit csinálni, tök jó, időnk az meg a legdrágább. Erre akartam rákérdezni, hogy tényleg, hogy ugye autós projektek, meg a Speedzone, ami ugye hát teljes embert kíván tulajdonképpen, hogy lehet ezt így fenntartani? Mennyire lehet ezt így működtetni? Figyelj, én 20 éve egy óra után fekszem le, fél hétkor kelek úgy. Hogyha vagyunk ott mondjuk 10, de mindenki egy irányba elvesz, most te is nagyon jól tudod, hogy amikor egy nagy mamutvállalatnál dolgozol, aki morzsákat söpör le neked az asztal úgy, hogy a beledet kimelózod, azt mondjuk kiszár. Nem tudom, mire célzol. Azt mondja, én az Indexre célzok, meg a Totálkára. Mondjuk kiszár. Így, hogy mi magunknak csinálunk mindent, és mindenki egy irányba húzza a csónakot, így lehet. És van foganatja a befektetett kraftnak? Van, meg visszaforgatunk, fejlesztjük, előre megyünk, néha kicsit vargabetűvel, de alapvetően előre megyünk. Tökre szereti csinálni mindenki, szerintem jó dolgokkal jövünk még a jövőbe, és meg fejlődni kell, mindig valamit ki kell találni, hogy mi lesz az, amerre még megyünk. Pont akartam kérdezni, hogy látszik ugye a feliratkozó szám, ugye a növekedés az már így azért meglassul, így a 300-hoz közel. Meg, az meg. Aztán látszik az is, hogy csatolt szolgáltatásokra kezdtek ti is építeni, merchandising, autómosó hasonlók, tehát hogy ezzel tágul a brand. De hogy lehet még autós tartalommal, szigorúan hagyományos értelemben autós tartalommal tovább menni, vagy most már azért nyitni kell a lifestyle irányban, egy nagyon ronda szó ebben a közegben, de hogy... Ronda szó, inkább ezt a men's cave dolgot szeretnénk. Igen, jól látod, az autós feliratkozó szám Magyarországon nagyjából 300 000-nél tetőzik, ezt a Google itteni országigazgatójától tudjuk, annak idején még elég sokat beszélgettünk vele, meg jó a kapcsolat, nagyjából 300 000, amit el tudsz élni tisztán autós tartalommal. Viszont időközben meg ugye előjött egy olyan réteg, akinek már a fiús tartalmak is tetszenek, ami nem okvetlenül autó, de az lehet barkács, ma például egy atomreaktorba forgatunk. Láttam Perlaci képét. Igen. Szóval az lehet barkács, az lehet hajó, minden, ami érdekes nekünk, és persze nem okvetlenül egy idő után ezt szétfeszíteni egy csatorna kereteit, ezért gondolkodunk azon, hogy merre bővítünk, meg hogyan tovább, de legalább van terv, érted? Legalább van valami, amerre menni akarunk. Pont ettől különbözöl azoktól, akiknek semmi tervük nincs, csak állnak egy helybe, hogy agyalunk rajta folyamatosan. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye azzal, hogy behozol nem autós tartalmakat, azzal a kemény magnak nem biztos, hogy elnyered a tetszését, ugyanakkor szerinted tartalomgyártónak dolga az, hogy az ízlés szolgálja ki, vagy az elvárásokat szolgálja ki, mert az egy idő után megöli a kreativitást, hogyha mindig arra hajtasz, hogy... Abszolút. Ebbe igazad van, viszont azt vedd figyelembe, hogy aki autózik, az sokszor más dologgal is foglalkozik. Meg legfeljebb nem nézi meg. A számok egyelőre azt igazolják, hogy
hogy van erre igény. Múlt hónapban rekord hónapot zártunk, 44-45 millió nézetpercünk van havonta, ami szerintem jó európai szinten is. És mutatja azt, hogy lenne még hely, hova fújni ezt a lufit, vagy merre menni előre, csak nem biztos, hogy okvetlenül ebbe a szűk csatornába beleférünk, lehet, hogy csinálni kell valami mást, ami kötődik, de azokat a dolgokat mutatjuk meg, ami igazából, figyelj, 1 milliárd érdekes dolog van körülöttünk. Kurva érdekes emberekkel találkozunk, nagyon jó helyeken járunk, nagyon jó cégeket, kis vállalkozásokat, ami így nézel, nem áll, hogy ezt itthon csináljuk. Igen, csak ugye, amikor azonosítanak azzal, hogy az autós ember, azzal... Attól még én lehetek autós ember. Persze, csak óhatatlanul jön vele egy skatúja is. Igen, persze. És ugye ebből úgy viszonylag nehéz kitörni. Nehéz, de egy pár éve már dolgozok rajta, ezért is foglalkozok annyi mindennel, meg próbáljuk megmutatni az emberekkel, hogy ezen kívül mi az, ami minket érdekel. És sokan rácsodálkoznak, hogy jé, titeket érdekelnek a karórak, jé, ti jártok lőni, jé, izé, hajó, motor... Ezt ha megmutatod az embereknek, az emberek vissza fognak jelezni, és én úgy gondolom, hogy van még hely normális, edukatív tartalomra itthon mindenképpen. Hülyének lenni könnyű, de úgy hülyének lenni, hogy szórakoztás közben, meg valamit talán az emberekre ráragasztani, az nehéz. Az tanúsíthatom. Nehéz. Pályát ismered? Igen. Szerintem ne húzzuk az időt, hanem szúrjuk torkot. Így, egyes tiltás. Gyere, Oliver, hideg a motor, mert csak úgy jó a tiltás, ha hideg. Sajnos Nagy Norbi bemelegítette. Hoppá, várjál, a legfontosabb kérdés. Bocsánat, a legfontosabb kérdés kimaradt. Itt van ugye a professzionális eredményjelző tábla. Professzionális eredmény. Győzni jöttünk, vagy elhelyeznéd magad valahova? Én műsort, én Janklovics Peti, jöttem. Becsületes Nepper, Horváth András, Szász Marci, Kis Norbi, Nagy Norbi, Draskovics Andris. Hol látod magad ezen a tabellán? Figyelj, én itt a szélvédőn összetört fejjel, de igazából én szórakozni jöttem, a kézifék, a barátunk, benne van a facsavar? Benne. Nagyon jó. Az alaptuning. Anti, nem ettől fog leesni a korona a fejünkről, menjünk. Ezt tudja. Ezt érzed, mi? Mikor lehet rajtolni? Fognak. Persze! 3, 2, 1, rajt! Hoj! Ja, hogy fordítva van a kormány! Oké! Okay. Jó! Értékelem a rajtolást, az rendben volt. Hogy is van? Jó, meg lesz. Jó. Várja, igen. Az lesz. Oké! Gyönyörű! Jó van az még! Elfér! Akkor leszálltok át! Ezt jó kitaláltatok! Próbáld jobbra kicsit, jobbra tenni. Menj el koppanásig. Jó? És innen talán megvan. Jó. Nem jó, hát borítom a izét! Hát kapsz pár másodpercet is. Erre kell mi? Jó. Basza. Kurvák vattok! Várjál! Dupla kuplunk. Az, becsattam a dolósra kiben. Balról kérülöd majd a traktorgumit, azaz, húz rá! Gyönyörű! Gyönyörű! Jó, és télba értünk volna, ha hát nősz! Jó! Kurva jó! Ez kemény volt! Igen, mindegy, csak megszokás kérdése. Hibátlan. De azt tudod, de azért nem azért jár a pont, ha elviszel a dolgokat, hanem azért... Nem érdekes. Lényeg a tiltás. Meg a gumifüst. Meg a... Igen, nincs sok küszöb, úgyhogy az bejön. Ezt az még bejön. Van előre. Erre számítottál, vagy valami másra? Merényletre számítottam, de erre nem. Szép ennek volt. Ennek azért egy kicsit örülök. Ez szép volt. Na, hát ennyi. Időt nem tudunk. Tudunk. Igen? Igen. 34, meg kb. 2 perc. Jó. Meg fogsz próbálni egy rendeset, vagy maradunk a Anti, jó érzésnél. Anti, elsőre vagy sehogy. Jó van. De még van. Mindenkinek az első időt írtad fel? Nem.
A legjobb. Három köröd van, és a legjobb személy. Azt nem mondtad, hogy három köröm van. Bocsánat, Pistának ja. Három köre van. Tényleg három kör van? Ja, hát akkor menjünk még. Vissza magad, aztán hajrá. Ez volt az edzőkör? Ez volt a sprint futam. Pedig gondolom, olyan szép rajtot veszek, bíj bele a falba. Nem kaptad el, amúgy megfogtad időben. Rutin meg az élek. Három, kettő, egy! Úgy kezdted, hogy lassan megyünk. Azaz. Figyelj, amíg sokat segít, ha megpróbálod egy kormányfogással, meg kiadja, és sokkal azaz. Gyönyörű. Jó. Próbáld ezt szűkre venni, menj a koppanásig, ez az. Rüki és kop. Már most koppanásig, azaz. Király. Jaj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 
Mert még elakad a kezem! Várjál! Jó. Így. Jó. Wow! Ez ilyen volt, hogy ilyen volt máma. Volt? Azt beszéltük, hogy a kézifék az egyik legnehezebb, mert reflexből ráhúzol, és ugye ellenkormányba indulsz el, és pont fordítva van. Neked azért vannak kiterjedt élményeid Swift-tel. Elölhajtós, hátulhajtós, a hangároring. Hangároring, ez nekem úgy volt, de jó. Olivérrel azért itt meg letettük a Swift-es testvériségünk alapjait annak idején. A YouTube csatornában megtalálod a videót, vagy az övén. De alapvetően igen, én a Swift-et tisztelem, becsülöm. Én úgy gondolom, hogy a Swift, a Logan, ezek a Ford T modellek. Az agyonverhetetlen fillérekből fenntartható fospisztolyok, és igazából amire vannak, ezek jók. James May-nek volt egyszer egy ilyen sorozata, hogy The People's Car, a népek autója. És hogy ő bizonyos szempontból többre tartja ezeket, mint a szupersportautókat, mert ez egy iszonyat nagy kihívás megcsinálni, tudod, one size fits all, a baseball sapka. Igen, ez Izlandtól Ausztráliáig 1 milliárd féle fajta embernek Kanada, meg kell, hogy feleljen. Kína, 17-ben igen. Még gyártották Afganisztánba. Hidd el nekem, hogyha ezt az autót ma piacra dobnák Magyarországon 2,5 millió forintért, megvennék. Hát, konganal kereskedés. Tuti. Csak hát már nem lehet. Én nagyon szeretem a Swiftet, nyilván tudjuk a gyenge pontjait, de hát amikor kirohad a hátsó futóműbekötés, akkor spaniferrel át kell kötni fent, meghúzzuk erősen, az jó lesz. Volt olyan ismerős, aki tanyáról ment haza így. Figyelj! Na, spaniferrel egy elmercit, az hol? Hol bicex levele az útról? Nem, ezek a csótányok, én ezeket szeretem. Jó hangja is van. Persze. Egészséges. Ki van egyezve ez rendesen? 3, 2, 1, rajt! Az jó szűk volt. Az jó. Hogy de nagyon óvatos vagyok, bazdmeg. Nem, így vagy gyors. Így vagy gyors. Tudom. Ennél nem is lehet gyorsabban menni. Dupla kuplunk. Tényeské? Ez az. Na már most lesz szabály, figyelj. Jó, még innen is jó vagy, még innen is jó vagy. Azaz. Figyelj, basszeg, belegyövök, mint kiskutya. Balról. A zugatásba. Azaz. Na jó van, elfogadjuk, nem kéne, de elfogadjuk. Figyelj, a padlógázok a kézifény. Legkeményebb dolgok a világon. Meg anyámnak a klumpája. Az a harmadik. Figyelj, nagyon jó a gép. Kell egy 1.6-os Swift. Realkutsz, eladó. Összkerekes kéne lehegesztett hátuljával. Meg kikötni az elejét, igaz? Igazából szerintem Dani megoldja, de hagyjuk benne a kormányt. Volt olyan Justin.
GTI motoros Justy. Na mit írják rá? El akarjuk árverezni a géptetőt, ha lefutott a sorozat a géptetőt. Valami jótékonyság. Hát az az egyetlen, ami megmarad majd sértetlenül. Vagy a várjál még, várjál még. Úgyhogy minden eddigi részvevő aláírt, úgyhogy kérlek ennek te is. Jó, ide. Ő kicsoda? Kis Norbi. Ja, Kis Norbi barátom. Drága Kis Norbi barátom. Így. Az időt meg majd odaírod te. Az időt majd odaírjuk, persze. Jó. Na hát köszönöm szépen. Jó. Visszajöttek is az emlékek? Vissza, persze. De nem, hogy nem kellett visszajönni, azok itt vannak. Nincs minek visszajönni, begyöljük ide, azt megvan minden. Már a hordóktól kezdve a kanyarig, az a polc sem most lett olyan görbe. Vissza, persze. Én ezeket, én szeretem ezeket a dolgokat. Figyelj, nem az emlékekből kell élni, hanem azzal kell törekedni, hogy újakat csináljunk. Amikor már az emlékekből élünk, akkor már húzhatjuk, akkor egy izét, téglát is rakadsz a gyakadba, azt ugorja Dunába. Nem gondoltam volna, hogy kihozza belőled a koelhót. Újat kell csinálni. Nagyon köszönjük. De bazdmeg, Antti, erről van szó. Eljöttél. Köszönöm. Kösz, ez jó volt. És remélem, azért tényleg tetszik. Így van, iratkozzatok fel oda is, meg hozzánk is. Meg mindenkihez. Ennyi. Mindenkihez iratkozzatok fel.